Szabolcát már Vereg megyében tavaly nyáron alakult meg a Megyei Értéktár Bizottság, amelynek feladata a térség értékeinek felkutatása, védelme és megőrzése. A Megyei Értéktárba felvett nemzeti értékek között már ott szerepel a Szatmári Szilvalekvár, a Paszabi Szőttes és az Ajaki Lakodalmas is, amelyek akár hungarikumokká is minősülhetnek később. Hál' Istennek a települések folyamatosan kapunk értékekre javaslatokat, és a maga az Értéktár Bizottság is végez kutató, illetve gyűjtőmunkát. Ennek eredményeképpen jelenleg még ugyancsak 12 megyei érték van nyilvántartásba véve, de ez folyamatosan bővül, és mi nagyon büszkék vagyunk azokra az értékekre is, amelyek már nyilvántartásba lettek véve, hiszen például a Beregi Keresztemes is a megyei értéktár része, amely az én szívemhez is nagyon közel áll, hiszen Beregi révén ez egy nagyon fontos terület, illetve egy nagyon fontos érték számomra is. Az elmúlt években 368 települési ön... Kormányzat döntött helyi értéktár létrehozásáról, így még további települések csatlakozhatnak a gyűjtéshez, ahol pedig már működik, ott is lehetőség van a bővítésre. A helyi települési értéktárak létrehozására 75 millió forint keret áll rendelkezésre, a jelentkezést alapvetően a helyi önkormányzatok, illetve a velük megállapodó társadalmi szervezetek nyújthatják be. Támogatják a helyi értéktár megalakulását, a bizottsági munka megkezdését, a gyűjtési rendszerezési munkát. Egy-egy pályázó 500 ezer és másfél millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphat. A meglévő települési értéktárak esetében további 75 millió forint keret összegár rendelkezés az ott lévő értékek bemutatására, tájékoztat az MTI. Ez esetben 1 millió és 2 millió forint között lehet támogatást kapni. Újszerű lesz az általános és középiskolások értékfeltáró értékkör munkájának támogatása 100 millió forint keretösszegből, amelyből 1 millió és 2 millió forint közötti összeget lehet megpályázni. A felhívásra január 5-től lehet pályázni a forrás kimerüléséig.